természetesen a négyesen Zala Gyuri, akiről hadd mondjam el, hogy 90-ben már világbajnoki ezüstérmes volt, aztán amikor kiújult az asztmája, ami gyerekkorában is kínoszta, akkor bizony elég nehéz éveket élt át, sőt olyannyira, hogy ahogy a minapit elmondta, talán látták, hallották is, sérvműtétje is ennek lett a következménye, mert a köhögéstől kapott hasfali sérvet kellett megműteni. Van egy olimpiai bronzérme mindezzel együtt Barcelonából, tehát ő volt a harmadik Barcelonában ezen a távon. A győztes Bukhalov a 9-es pályán lesz ott fenn. Jó ismerőse mindenkinek, aki a kajakkenu sportban akár csak nézőként is részt vett. Ez egyébként Iván Klementiev. Litván színekben, mondom, ötszörös világbajnok, Szöul olimpiai bajnoka. Rangra, rangidőre tekintve a legnagyobb név, a kettesen Iván Klementiev. Ez Pascal Sylvoz, francia, ő is 30 esztendős már. Barcelonában ötödik volt ezen a távon. De hát itt, hogy úgy mondjam, hemzseg a mezőny a nagy versenyzőktől, mert Bukhalovról kevés szót ejtettem, pedig ő a címvédő. Szöulban is harmadik volt már ezen a távon. Tavaly negyedik. Aztán itt van a román, még mindig csak 25 esztendős Viktor Partoni. Duisburgban ötödik, de 93-ban, 94-ben ezüst, illetve bronzérmes. Kit nem mondtam még? Talán Román Bundzot, az ukrán fiút nem említettem, pedig ő is hatodik volt Duisburgban tavaly. Szegeden most ott volt a regattán, hetedik helyen végzett. Nincs meglepetés a mezőnyben, tehát ebben a sportágban évről évre, egyik évről a másikra betörni nehéz. Itt van tehát Iván Klementiev, a séf, és itt van Román Bundz, az ukrán fiú, akiről említést tettem, már 25 éves. A következő Zala Gyuri. Külön engedélyeztetni kellett a meszt, ami zöld, noha feketének látszik, egészen sötét zöld. Martin Doktor, aki a titkos esélyese a számnak, de azért ez ne csökkentse a reményeinket. Patrick Schulze az egyetlen, aki betört a legnagyobbak közé viszonylag meglepő módon. Iván Sabjan, a 87-es világbajnok, a második legidősebb. A román Viktor Partoni bármikor meglepetésre képes, tavaly ötödik, de már van ezüst és bronzérme világbajnokságon. És hát Bukhalov, Bukhalov minden számban, amiben indul, ott az esélyleső, aki bármire képes. Itt oly nehezen vergődött el a döntőig, hogy az ember már leírta, aztán csak nehogy kellemetlen meglepetést szerezzen a többieknek. Tehát alulról a negyedik a mi fiunk. Jól rajtolt Zala Gyuri, azt már meg lehet állapítani, és egész biztos, hogy erősen fog kezdeni. Őt is mutatják. Piros kendőjéről megtetszik ismerni, és a legnagyobb ellenfél Martin Doktor fölötte egyel. Nagy urikám. Nagyon jól ment az előfutamban, egyből került döntőbe. Első helyen jó idővel, tehát az előjelek jók voltak. Reméljük, örülhetünk. Bármilyen érem gyönyörű, de hát melyiket szeretjük, ugye mi a legjobban. Martin Doktor lehet az élen, őt követik 100 méter után. Zala a második helyen, egyen lejjebb. Bundz egyelőre a harmadikot, fönn Bukhalov, mintha a negyedik helyen neveznek. Klementiev itt a képernyő jobb szélén. Martin Doktor vezet tehát. Négyes hajó, mögött ez Zala Gyuri. Az egy negyedén vannak túl a távnak, ez a sorrend. A harmadik helyen Bundz, a negyediken most már Klementiev. Pascal Sylvoz, a francia, nem látszik a képen, ő tehát a hátsó mezőnyben. Patrick Schulze rózsaszín hajója sincs egyelőre veszélyes közelségben. Nagyon nagy hajrás. Lassan a 400. méterhez közelednek, és Martin Doktor előnye nőtt. Klementiev viszont már a harmadik helyen biztosan. Zala Gyuri a második.
Martin Doktor, Zala, Klementiev, és most már Schulze a negyedik helyen. A rózsaszín hajó följebb kettővel Zala Gyurihoz képest. Féltávnál Klementiev már nagyon szorosan ott van Zala Gyuri mellett. De még egyelőre első a cseh, második a magyar, harmadik Klementiev a litván. Schulze lassan fölzárkózik Klementiev mellé. Ez a négy hajó dönti el a helyezések sorsát. Zala Gyuri hátránya 1,18 század másodperc a vezető Martin Doktorral szemben. És nem egész egy másodperc volt 500-nál az előnye Klementievhez képest. Klementiev kitartóan lassan közeledik, jön fölfelé. Gyurikám, bírod-e? Patrick Schulze egyre jobban közelíti meg, és most már ő Klementievet lehagyta. A négyes hajó pedig Martin Doktor hajójának a végén körülbelül egy hajónyi a különbség. Egy nagy hajrával még sok mindent lehetne, csak ki tudja, ki lát bele, hogy bírja erővel. Lassan 250 méterhez közelednek. Ha van erő, most lassan meg kell nyitni, 250 méter van hátra. Schulze még sem bírta, Klementiev és Zala közt a második helyen nagy verseny, Martin Doktor igen erősen vezet, de egy hajrá még jót tehetne, nincs már egy hajóhoznyi különbség. Zala Gyuri mintha közelebb került volna egy kicsivel, de azért csak ott van az az egy hajó, csak ott van. Tud-e egy hajrát nyitni, tud-e egy lapáttal rátenni Zala Gyuri? Klementiev is hű, de rákapcsol, de hogy jön Klementiev? De Zala is közelíti Martin Doktor. Csak kevés már, kevés, alig van 100 méter hátra. Gyurika és Schulze hogy hajrázik. A rózsaszín hajó is közeledik. Egyelőre még Zala Gyuri a második helyen. Martin Doktor elhúz tőlük, tehát benne van több erő. Az érem még itt van, még az ezüstérem is. Klementiev azonban hatalmas hajrával már az ezüstre hajt. Nyerni már, Martin Doktor nyer, a bronzérem azonban újra meg lesz. Gyurika még kettőt húzzál. Második Klementiev, harmadik Zala, jól van, nincs baj, semmi. Körülbelül ezt, mint optimális teljesítményt magunkban így jegyeztük föl. Első Martin Doktor, mondtam előre, hogy ő a favorit, az egyenlők közt első. Első tehát ő, Martin Doktor, második Klementiev, ez a csodakenus, és harmadik lett Zala Gyuri, hű, de kihúzta magát. Mindenütt venne levegőt, még a fülén is Martin Doktor, ha bírna. Klementiev megy át gratulálni. Nézzük Zala Gyurit, ő is végig fekszik a hajóban. Hát óriási menet volt, óriási menet volt. Ráér, maradjunk.